Sziasztok, ez itt újra a Finger csatorna rezidenet és rovat, a végigjátszás rovat gyakorlatilag, és akkor folytatjuk azunkat még egyszer. Tyranny játéknak a világállam, és hát gyakorlatilag tovább kell mennünk a szitele csata során. Meglepően viszonylag kényelmes volt a csata, de ez gyorsan változhat. No, hát... Ja, esetlenül mink előre. Ó, hát lehet, hogy itt például nagy csata lesz. Hé, ez nem a... a vörös kórus. Ja. Na, csak már elég vörösek. Aha. Az hát. Ó, jaj, lehet, hogy itt önmagunkkal kell majd részben harcolni. Álljatok félre, mondja az eddig szem, gyakorlatilag ugye a második ember, vörös kóruson belül. Az örökösödés csarnoka csak minket illet. Hát. Mondjátok vissza azonnal. Mielőtt még megérzitek a vörös kórus pengének, és nem tudom, hogy ez a Blood Diamonds, de valaminek még ezreit. Nem fogjuk azt mi érezni hamarabb sem, mint egy... sem, mint úgy, mint ha egy féreg család lever egy csapatnyi farkast. Úgyhogy ez nem valósul meg, tehát ez egy mondás. Gyere csak, öt részre szedlek. Egy rövid idő alatt, csak hogy tegyük a dolgokat egyenlő erejűvé. Ha foglalkozzatok velük, én ezt fogom mondani, én elfoglalom az örökösödési csarnokat. Jó tervnek hangzik. Jó vadászatod, barátom. Na, így a marsalok harca. Mint a trónok harca. Marsalok harca következik. Akkor a két második ember a két-két, vagy egyes seregben. No. Mi ez itten? Ja, ideírva. Wandering Guard, you can bring in Darbar, lie here. Chipped, scratched and scarred. These armaments have ruined their efficiency and the durability time. And time again. Wandering Guard, fegyőzte és... páncélzata vagy vértezete hever itt megkarcolva, megvagdosva, tördelve, de ezek a mint fegyverzetek és páncélzatok ennek ellenére is bizonyítják a hatékonyságokat és a tartóságokat időről időre. No, vagy hát éppen ezzel jelzik azt. Itt egy napkatona. They're here! They've reached the perimeter. They are in the keep. Itt vannak, elérték a határvonat. Itt vannak a... az erődben. Jaj, tehát támadni fognak. Valószínűsíthetőleg. Mielőtt még azért összeadjuk a dolgokat. Yes. Rendőrség helyű ronzáról. Ja, hát ilyen már volt egy pár, jól emlékszem. Úgyhogy ez valószínűleg eladásra fog kerülni, bocsánat, csak még később veszem fel a videót. Az mi? Topáz, az is valószínűleg eladás tárgya lesz. Hoppá, basszus kulacs. Sokan vagytok itt bent. Itt egy napkatona, egy tiszteletőr, vagy becsületőr. Egy nyilas. Nyilas, tesz nyilassal támadunk. Úgy döntöttem. Nyilas, te nyilassal, harcost, harcossal, kicsit arrébb megyek. No, hát... akkor a harcosokat küldjük. Ó, mi ez? Breaking the wall. Probably promoted attack the daisies. Ó, ez jó lesz. Ezt mondjam neki is az ellenségre. Oké, induljon a banzáj. Hoppá, itt hátul van egy varázsló is, nem baj, és nem foglalkozunk egy előre vele.
Én nem hatott a lövés. Hát ennek lövésem sem volt. Sajnos. Nyilvánsz egy ilyet még közben. De amit a nem is kellett volna, most mindegy. Mindegy. Varázsod már? Na, végre. Nem hiszem egy ilyet. Még egy ilyet. Franca. Itt egyet egy vitaminket. Másik. Itt rájön. Szeretném már leírtani. Na jó, most következik a... De a Quicken, nem tudom már pontosan mire volt jó, de most ezt tudjuk használni. Na, és meghalt, szuper, sár megint teljes erővel a varázslóra. Totális erővel. Ez nagyon durva az ütés sorozat. Most ezen közben kicsit arrébb ütöttem. Na jó, most hagyom velünk téged. Nem érdekel. Semmi más. Ahogy látszik, ez a Sun Soldier a legerősebb, ami volt középen. Na, ez szép volt. Na, egész jó voltunk. Kellene. Kellene. Most többek visszagyűjülnek, ugye? Ó, hát akkor ez így szuper. Erre fel nem tudunk átmenni, azt mondjátok. Hát akkor nem megyünk arra fele. Erre fele jó. Flame the mess hall still burns and plates and silver line tables. Ja, tűz még mindig ég itt van a hatalmas csarnokban, és a különböző edények és ezüst, különböző dolgok ékszenek, fekszenek az asztalokon, ezüst kanalak egyebek. Ez a szóval nagyon régóta nem látott csatát generációk óta, a vendégerőség sosem vesz már ugyanolyan ezen a e háború után, na hol megint annak Sun Soldier, Sun Soldier. Ja, franc. Kéne valami tömegre ható varázsra, csak sajnos nincs. Miért nem üti? Jaj, basszus, hát... Megint nem az, azt csinálja, amit kéne. Na, ezzel inkább ezt lőjük. Arra is jók vagyunk. Vendi a nőség, élelem,
tára, gyakorlatilag, vagy raktára pontosabban. Az a helyszín, azt mondjuk, ez a legtöbb élelem az különböző zöldség, amit itt a Tears feletén termesztettek. No, nézzük, hogy ha már kaja, akkor ugye azt is találunk, természetesen. Másik is, vagy eszek iszok egyet-kettőt, mondjuk veled egyet. Veled is egyet, mondjuk, igen, nem vitalitik, ennek kell vitaliti. És akkor ez mi, ez finesszat, ez inkább a csajnak kell. Miért nem tudom azt használni, valami nem engedi, na mindegy. Ez van. Oké, látom más nincs. Ez tök ugyanaz? Ja, no. Zárta 22. Ez két keres. 15-17. Hát, nem emlékszem már, hogy nézzük, hogy hogy volt Punisher, Atomade, van, and two handy, de ha mind a kettőt erősíti, ja, jó, hát akkor inkább átlak jó kétkezes. Hol vagy te? Inkább berakjuk azt. Azt is erősítettem. Jó, na nincs, hogy mennyivel jobb, azért. Aztán jobb sokkal. Jó, nézzük meg ebben mi van, mert ezek mindig jó cuccok vannak. Blood Moss, ami vér, moha vagy mi a franc ez. Kaldehóni, ez valami szuperik. Staggering Burn, ó. Korodiációs sebzés. Plusz 40, 30 szekund után. Ezek ott valamilyen égő valami cucc lesz, mert eldobunk. Karns Leaf. Na, nézzük, hol vannak a dolgaink. Igen, ezt ide rakjuk. Ez pedig ide. Oké, több lesz, de maradó cucc lesz. Ja, de várjunk csak, hogy nem fér be, akkor hogyan... Hogyan dobálgassam? Berakjuk akkor addig ide. Kíváncsi leszek. Kicsit ilyen Baldur's Gate feeling most. Csak jó, ez valami varázsló Sage Apprentice, hogy gyengébb annál szerencsére. Próbáljuk eldobni ezt a cuccost. Ja nem, hogy ez a fegyveremre fog hatnia, ja, akkor mindegy. Jöttem rá, de mindegy most van. Ez a tarthatja ezt. Ő ezt, és te pedig szintén ezt. És ne! Lassan menjél, basszus. De van egy nagy Sage is, basszus. Ha térben, jó van, akkor látok kicsit taktikánkat. Megkapod a magadét. Te pedig... Vagy te pedig ezt, és te pedig ezt. Átütött ezzel a két kezessel. Elég hatásos kis cucc ez. Ezt kell mondanom. Most mit csinál? Hát, hogy maga se tudja.
Most az nem tudom, hogy jó itt nem tudok csinálni semmit az időre. De szuper. Ez milyen szóval? Arcane Grids, Adorned Scrolls, Scattered in the Stable, All the Parlamentship, Suggest a Sage's Hand. Jaj, basszus. Though it is written on crude parchment produced in the valley. No dice. Collaboration between two normally separate tribal groups. Arcanian. Gömbök, Gipsnek valami for... Na most nem teszem a fordítása, de valami ilyen, azt mondom, ilyen gömbök, vagy nem is tudom, ilyen szférák. Jelzik a... szétszórt... tekercsek helyét ott az asztalon. Penman, talán a tekercses mester úgymond, a penmanship szakmája, vagy nem tudom, én arra tippelek, a pörcsön, nem mindegy. Arra utal, hogy... Tehát a, úgymond a tekercs mester munkálkodása arra utal, hogy egy varázsló kezel a dologban, ha bár nagyon kemény, durva papíruszra íródott, amelyet itt a völgyben készítettek még annó el. Egy kollaboráció, egy együttműködés jele mindez két egyébként normálisan nagyon elkülönült rebellis vagy lázadó csoportnak. No. Nézzük meg először ezt. Jó, itt egy tekercs, ha már beszéltünk a tekercsekről. Most ez hol van? Itt kéne legyen, de nem látom. Ja, itt van. Spire. Itt tekercs. Valószínűleg ebből csináltok varázslatokat. Itt szerintem. De jó, azt nem tudom föltérni. Franc. Sorry, can't do that. Senki nem tudja fel... Na, ő föltérje. Vás verje, aha. Ez egy ilyen cucc. Cucc lerája. Hát nézzük meg ezt a dolgot. Scroll. Olvassuk el a tekercet. 30 lór költségér. New spell score. Aha. Az erő. Varázsjelét tanultam meg. Sigil of Forge. Na most pihenünk egy inzulinit. És van egy csomó jelünk. És akkor jelent a hatás. És akkor megyünk tovább. Negatív hatás, ugye már aludni mindig kell. Pihenni mindig kell. Hoppá. Ez ki. Varia kell. Ez az önvezető. Vagy ez egy barátunk fogságban, bár inkább vezetőre tippelek. Egy kicsit sokan vagytok, nem gondoljátok? Hát én úgy gondolom. De ezt most miért nem tudom használni? Jaj, ez csak egy kezesre lehet. Íj, basszus. Ó, oké. Mindig ez van. Ezt elmondja, te pedig már itt. Adóssággal tartozol. Jelen pénzben én ezt mondom neki, rámutatok és adóssággal tartozol. Ah, na. Ez jó volt. Itt hátulnak a varázslók, de először erre hajtunk rá. Varázslót varázslóval. Lehet, hogy nem ezt kéne tennénk. És egy kis tűzzel. Azt is ez mit csinált az után? Az erre jó, úgy látszik akkor, hogy erre is jó, pontosabban. Annyira, hogy nem tudom kirakni ezeket a rohadt izénkat, klipkitemeket. Szuper, nagyon, és nem tudok, még indi se belőle ilyenkor, ez jó, akkor az mindjárt megfokolni. Nem sok kell már neki. Quest updated. Aha. Ez egy kis update.
Az egyik varázsló eltérzett, hogy menjünk rá a nyilassal. És nyilast pedig nyilassal támadjunk. Ja, ezzel megiszünk egy ilyet. És akkor most... Már itt vagyunk. Vagy nem tudunk meginni semmit. Jön a helyzetbe. Na most közös lesz. Paing! Hát, ezt nem sokáig fog már élni. Attól tartok. Szép volt. Na, most sajnálj neki, hát azt gondolom, hogy elfukulani. Nem tudok csinálni egyedülről. Még az jó lenne azonnal látni azt, hogy kinek van éppen milyen képesség, ami újra töltődött. Ez így nem van egy jó. Hát lehet látni, csak nem azonnal. Egyszerre kéne látni az összeset, ugye. Akarj, jó. Most megint elúszhatunk majd. Jó lett. Ez mi? Hetik intoxin. Gyengítő. Toxinos üvegcse. Akkor megint pihentünk, szuper. Hát igen, ezek már nehezebb csaták. Mindenhogy csomó szóval le van zárva, az idegesítő. Még egy topáz. Más nincs itt ezen a területen. Itt ahogy tudnánk valójában menni, nem hiszem, hogy nem lehet. Ott talán fentről. Menjünk hát ki. Valószínűleg te tőlem, vagy másik szobába, terembe. Ó. Egy nagy belső terem. Ebb, tárki, szári, kik a francok ezek? Ezek is mondjuk nekem. Hát ezek ellenségnek, de csak most nem pirosak. De ezek konkrétan ellenségek. Két. Vagy egy nyilassos, egy varázslóval. Egy onorgádoglátos főbb emberekkel. Hát ez szuper lesz. A Citadella központja is vége is. Igen. Tarkis Aris. Olyan. The Vanguard of Kairos Conquest. Not a style as I imagined, but we can all choose our executioners. Already the word of our defiance spreads throughout the lands. You are some kinds of stupid if you think our war ends here. Szóval te vagy a Kairos hódításának az hát a legerősebb erőse, vagy előőrse, vagy nem tudom, hogy mondjuk not a story. Nem olyan magas, mint a képzeletem, mert de nem választhatjuk meg így a kivégzőinket sem. Már elért a átkozott ellenszegülésed híre már korábban is hozzánk a földrészeken keresztül, és végig terjedt mindazon a helyszíneken is. Te hét bolond hülye vagy. Úgy gondolod, hogy a háború itt ér véget. Habár életetek egyértelműen itt fog véget érni az örökösödés csarnokat. És még szerencsésnek tarthatjátok magatokat. A legerősebb, néhány, az Apex Zöldalom néhány legerősebb uralkodójával nézhettek szembe. És itt fogtok halálos találkozni ebben a
lélek járt átkozott csarnokban, itt fogtok párbajozni velünk. És teljesen... És igazából nincs is ékesebb jobb hely, hogy lerendezünk egy ekkora durva... helyzetet, most a szeglen fordítom azt interactable kódot. Sister Brothers, nővérek és bátyáim. Egy igazi... Hú, privilege, hogy tudták azt mondani, igazi megtiszteltetés volt az titeket. És... Igazán becsületemből válik, hogy veletek osztottam meg utolsó napjaimat. Hát nagyon erősen meg akar minket támadni. Én valószínűleg valami képesen ezt fogom fejleszteni, én valószínűleg a Substance Widget, a Black Curry fog. Én vagyok a legutolsó problémád. A legelső problémád, de... Bocsánat, tehát nem vett több. Bár ezt tudjátok mondani, hogy a legutolsó vagy is, vagy ahol nem szó szerint kell valami szerint fordítani. Mivel ugye a kórus és a kegyvesztettek éppen mögöttem vannak, és az egyetlen közös dolog bennünk velük az, az utálat, ami irántad van. Ez is megfelelődött, szóval nincs ezt megfelelődött. Utolsó szavak. Hát most először utolsó mondom, mert nekem a Substance-ot amúgy is fejeztem kell. Jó, rendben, csak még több csúnya pofát kell agyon csapnunk. Akár ennyi barátotokat is hoztad el magatokkal. Mi csak egyre boldogabbak leszünk, hogy végezhessünk minden. Készüljetek, ez a dicsőségünk pillanata lesz. Mit reméltek, hogy mit szereztek, mit nyertek a lázadásotokból? Semmit, amit korábban már ne szereztük volna meg. De a becsületünket, a büszkeségünket és a makacságunkat azt megszerezzük. Ezek azok a dolgok, amelyeket sosem vehettek el tőlünk. A vendégnősség sosem tudott volna ellenállni Kairos erőinek. De meg tudtunk tanítani másokat, hogy ellenállhassanak még erősebben. És talán majd elfogytok a katonákból, mielőtt mi még elfogynánk a makacságunkból. Bár kétlen. Igen. Ráhatással jöttek az egész birodalomra? Halálok ezreivel? Csak is a büszkeségetek, becsületetek miatt? És tömeg megölnénk önket amiatt, hogy nem hajlunk meg a zászlód előtt. Nem fogom engedni, hogy valami szervilis önelégült tanítson, okítson engem a büszkeséggel, témaköré tekintetében. Úgy tűnik, hogy tudná még mit megtanulni a kiengesztelés, illetve meg... úgy hívják ezt a Humility, meg... akartam mondani hirtelen... na mindjárt semmit eszembe, de... szerintem tényleg is remeltek, ti is tudjátok. Jó dolog, hogyha nem... adod meg magad... hogyha egy... beállított zsoldos lennél, vagy harcos társak, akkor már halálra... ostoroztalak volna ilyen esetben. Úgy néz ki, hogy a felkerésetek nem okozott igazából semmi más, csak már halott bajtársakat. Szóval. És mit vett el tőletek a vendégen? Kút. Mibe került nektek? Milyen sok kegyvesztett hulla fekszik a völgyben és rohad. Milyen sok bajtársad, illetve még a katonatársad esett el, ami pengénk állt el. Hogy megy az örökké tartott csata a
penge sírjánál, miközben te itt velünk foglalkozol a penge sírjánál, mi a franc? Végül ez a name given to what remains of the realm of Stalvar. Talán a Stalvar irodalmában még megmaradt, így hívják. Aha, a vihar kiáltvány. Kairoszi elmondta erre a területre, és utána egy ilyen romhalom maradt ott. Romrendszer, és ezt hívják ennek. Ha mind a kegyvesztettek csapatát, mind a megtörhetetlenek csapatáit, csapatait is agyasította ez a mágikus vihar, amit ugye Kairosz okozott. És pont akkor, amikor a legnagyobb fokát érte el a harc, illetve akkor összeért a két sereg. Most, ami megmarad, az a vakító hatású földterület, felszín, levedlett és szétrancsolódott páncélatokkal, és fegyverzetekkel. És jaj, volt ez. És a nagy szelek mindig jelen vannak ott, felidézve azt a rothadást és rozsdásodás, ami ott kialakult, illetve az emberi hullák megmaradt porát. No, hát. And tell me, are the Arkans unifying victory? És mondd el nekem, hogy az Arkanok egyesültek, az Arkanok ereje, illetve maguk az Arkanok is egyesültek a győzelem érdekében. Did the Arkans one come out right over our deaths? Sereg tagjai megölelték mint egymást a halálunk felett. A mi helytállásunk itt a te első és legkisebb problémád egyike. Miért tudod, hogy az Arkanok veszekednek? We are hopeless, not it lesz a rajzunk, it lesz a rajz much. Mi ugyan reménytelenek vagyunk, de nem vagyunk akarat nélküliek és agyatlanok gyakorlatilag. Mind a szemünk, mind a fülünk elmond sokat. Valahol fogok meghalni, hogy a ti imáziatok két arkon összecsapásával torkolhat, és nem lesz más eredmény, csak hogy szét darabokra cincálják és verik egymást a győztes címének reményében. Egyetlen megvetésem és fájdalom az lesz, hogy nem jöhetek. És nem látom, nem jöhetek majd már, és nem látom azt, hogy melyik gyermek király fog nyerni. A gyermek király akaró. Igen, egy fiár ha annyira eltökélt vagy, elsésedet illetően, hát jöjj ide az engém elé. Hagyd abba a dumálást, és jöjj felém. Vagy már húgát lesz az alkatom, egyetlen basszus. Na mindegy, esélyt eszem a basszus, de mindegy, hogy már ennyire félős, vagy ennyire szép szóval, nem ezt mondanám. Utolsó szavak, yes, igen, mondd el a narrát hangjának. Leginkább az ő elpártolásáért vagyunk hálásak. Igenis, nem jutottunk volna idáig az ő segedelmével, támogatásával. Hú, szóval akkor mindenképp egy ellenség igazából. Hú, basszus. Nagy csaták lesznek, Tarkisariek, egy harcos, egy anorgán és egy varázsló. Mind ebb és Tarkisari valószínűleg egy ilyen fő ellenséget reprezentálnak, szóval ez durva lesz. Jó, hát most először rámegyünk egyértelműen a varázslóra. Varázslói már basszus. Megvissed már ezt. Értetlen. Nézzél már! Na végre. Ezeket is kéne valahogy
Amúgy itt... Hogyan mondom, ezért most két elnökség van. Akkor... nem tudom, mikor legyik akkor ezt. Hissük pontosabban. Basszus, ez hogyan halt meg a főemberként? Hm? Azt mondjátok meg nekem, mitől és hogyan. Most megjelentem aztán egy itt a flaskákat? Ó, basszus. Őrület. Nem tud csinálni semmit gyakorlatilag. Ezen kívül. Ez fáj. Na most őt fogjuk ütni, ezzel innen arra megyünk, francba. Vételi nyugvóna. Ó, itt van egy kis teleprató mágia. Mondjuk, hogy ez elég lesz valamire. Ez egy szép 50-es sebzés volt. Jaj, meghal ez is. Nem tudom miért a legrosszabb helyen van, de ő se tudja. Ezzel ráállítok. Az azt tudom, hogy többet fog szivatni. Meghalt, jó volt, így tovább. Még mindjárt meghal az is, de... nem tudok mit tenni, szóval... legalább az a kétkezes fegyver nagyon durván szivat. Basszus, balás. Ez kicsit túlzós harc volt. Értéktelen férgek. Meghalhatunk, de követni fogjátok majd mintánkat, és jegyezzétek meg szavaimat. Megtörted a... megtörted a vezetéseket, ez igazán impresszív. Emlékeztes majd később is engem arra, hogy ne vecsélj volna a sorsfonó különböző skilljeit, társát, képességeit. Megtisztelve érzem magam, hogy segítik is. Segítik ezen magad ebben a dicsőségben, élésében. Igen. Mondjuk a Help Us Pivotal, és segítséget pedig a... hát... gyakorlatilag... segítséget pedig... mindent átható erejé volt. Graven Ash... hamarosan halni fog a... nagyon is hatásos erejé képességeidről és bátorságodról. Vagy az Assassin Raymond, nem tudom mire kaptunk el Assassin Raymond-et. No. Karizmatik is lettem, Steam-en belül. May Pox take your children. Már nem tudom mi, vegye el majd a gyermekeidet. Ez bezött videó, velünk hallom, hogy in your head for days on end, tempers of internet in your mind, it is the state of quiet, you have not felt since before you proclaimed edit of the answer. I lay claim to access or let us be free of this addict. Na, ez jó lesz, hogy ide kezdődött, hogy nem hova. Na, és mindezzel Kairos kiáltalja a... nem legyen semmi. De lehet inkább az I claim, de igazából... inkább ezt mondom. Na, szuper, Master of Ascension, Act 1. Wow, nagy erejű.
Én kimosodom, hogy a zene is néha, és a grafika hasonlít Diablo 3-ra. És stílusában szerintem semmire figyeltem. Na, itt vagyunk. Ez csak az első része volt az egész játéknak, és hogy lesz vagy 20. Ez durva lenne ott így az a jelen. Gondolom mindezt. Na, mi történt? A hegy gerinc tetején. Kíváncsi, mi lesz? You blink away the last of the luminescent rays in your field of vision and measure of asking for the face of the eyes of the face. The evidence show you a passing of your eyes, quarantine and something. Ez is... Csak ez nem. Ennek a hegygerincnek kell lennie. Ikor volt már az utolsó alkalom, hogy itt... Azt hiszem, pihennem kéne. Hát ez igazán egy nagy változás. Egy hatalmas erejű hideg változás. Szinte úgy érzem, úgy gondolom, hogy a leugranék is a lábamon érkeznék. Mint hogyha azután van érdekelne most engem. Kairos. Légy kegyes. Most mi lesz? Aha, fedről látom, hogy gyakorlatilag az egész elterülőt, Vendrian kútat, és térségét, a Matani folyót, Irenevet, és lehetne sorolni hegységeket, minden. Egyetemen a gerinc csúcsa, Vendrian kutyánál. Hogyan értünk el ide? Hogyan értünk fel ide? Mert ez mindig ér ez a tárkiszári. Újabb kérdés, hogy hogy a remélás nevében, hogy a francba kerültünk ennyire le, ezt nem igazán értem. Ja, aha. Hogy nem kerültünk le. A harcokat lent viszonyán már érzékelik a kiáltvány végét, véget értét. Ott kéne lent lennünk az oldalukon. A kiáltványnak vége. És én nem hinném, hogy haladtak vagyunk. Még úgy annyian érezhettük a kiáltvány elmenetelét. És tudja, hogy a katonák is érzékelték mindezt, ahogy az arkonok is. Üzeny Grayman esnek, hogy sikeresek voltunk, mint az Üzenál megszerettem, akkor az lényeg. Érdekes. De én azt mondom, hogy szóljanak. Nem volt kérdő, pedig. Egy igazán olyan harc volt, ami minden elemét megérte. Igazán nagy erejű, hatásos harcot láthattunk. Nem láttam Star Wars esete óta ilyen nagy erejű bátorságot, ekkor eltökéltséget. Ó, ez a ostrom már jó pár év óta téged igényelt. Egyetértek. És igazán megtisztelve érezném magamat, hogyha elvihetném a csodálatos üzenetet egy bizonyos személynek személyesen. És lefele mutat. És pedig már azt mondjuk, hogy már elégkésőben még filter van. Úgy hiszem, hogy a hát az első a kövelesnek van, hogy nagyon szép volt, hogy a kövelesnek van. Alira is mutathatnánk, hogy adunk neki egy feljegyzést, egy üzenetet. És a... ez jó. De gyakorlatilag ledobjuk a kulinátetőről ezzel a úton, és akkor majd a tekercs az valószínűleg túléri a becsapódást. Először az egyes mondom, hát tudnak mindig valamivel segíteni ez a vezető. No, telling how stability is what look closer and you will see images of Eskenson Hall in the haze. Well, if you have trained eyes, that is. Nem tudom, hogy milyen stabil itt az az egész építmény, de ha közelről megfigyeled, azt az építményt,
Látogatod az örökösödés csarnok egyes képeit ebben a felhőrengetegben. Már hogyha tapasztalt, jól megedzett szemeid vannak. Jó, persze, hogyha nem, ha meg nem elég stabil a hely, ahol állunk, az egyik alternatív, hogy mindig az ugrás, de mit veszíthetünk, nem? De oh, how did I not notice that? Oh, hogy nem vettem én ezt észre. So this takes me back to a certain holy cow. Mivel úgy néz ki, hogy ez visszavisz minket az örökösödési csarnokba. Belevésem a se útját, és tudatni fogom az elért célunkkal. Dicsőség Kairosnak. Send the Archrop more my regards. Küldd el a alapuló arkadjának a tiszteletemet. A vasmars előtt tisztelnek. Glory to Kairos, that's what you can. Glory to Kairos, igen, azt mondom. Thank you for being the edge of our blade. Köszönjük, mondjuk, hogy a kardunk éle lettél, éle voltál. És volt, hogy még egy szűzőről begéz az ön. Nem tízen, a szállóban beszélésen. Hát, ó, short handy. De mostában már kevés nyerségünk, fegyverzetünk és emberünk volt. Ugye bevettük volna az igazság kapuit, és azok a röszküszegők is olyan erősen harcoltak, amennyire szinte nem is vártuk, tehát az átlagos erejük felett harcoltak. A te helytállásod nélkül ez a nap egy sokkal vélesen nap lett volna, és nem tudhatnánk megmondani, mikor tudjuk elfoglalni, mikor tudtuk volna elfoglalni az örökösödés csarnokát így idejében. A Vendian kút is a tiéd. Tudom, dicsőségért tarts hát meg is. Egy völgy dolog lenne számunkra, hogyha itt egy udvart létesítenél, ugye ahol a különböző törvényeket, egyébként kezelhetnénk, és tartatnád, és megtartatnád a földet magad és az ellenség, vagy magunk és az ellenség között. Ezzel a megoldással a kórus nem erősíthetné meg magát körülöttünk. Anélkül, hogy offenzívát jelentsen az igazság arkonyának. Nerát árulása háborút jelent. Veszélyünk. Van bízom, hogy továbbra is segítségedben és támogatásodban bízhatunk a következendő kihívások terén is. Semmi kicsik nem fér ahhoz, hogy egy igazi definíció vagyok a hadurak ellenségének, vagy egyik ellenségének. Én nem csak, hogy ellenálltam, de vezettem másokat az ellenállásba. Szóval most itt elakadhatatok, és tudom, hogy mi fog következni, de azt is tudom. Ha megtalálom a hozzám illőt harcban, vagy egyéb másban, és a legtöbb... És a legtöbb ember és név tekintetében ennek ellenére is megteszek mindent arra, hogy tovább élhessek. Ha kegyelmet mutattok felém, az életemet kínálom és adom számodra. Jó sorsfonó. Hát nem semmi, hogy ez hát ennyire benyomta magát nálunk végül. El is egy ilyen hullámvarázsló volt, hullámiskolában, nem vagyok, de nem tudom, hogy egy esküszöge vagyok. Szóval már nem jelenít, mint korábban, de ígérem nektek, hogyha kimegyetek engem, meg kimegyetek az életemet. Nagyon is jól fogadtuk egy szolgálni szemben, de a Kempi Fordban. Hát jövő, hogy itt van, tehát ez a Price, van, de egy köszönöm, drástoljuk. Miért is bíznák benne az ember, megkérdezgetem igazán, mert a Prison to Fight You. Azért, mert semmi okom nincs arra, hogy harcoljak tovább veled, a vendélőség és a hullámok iskolája már igazából nem létezik többé. Nincsen már kihez zolásnak lennem, vagy kihez valaki máshoz kötődnem. És mindenkinek, mindannyiunknak így is le kell borulni Kairos hatalma és emberi életem, de... És meghalnék, csak hogy
felesküdjek a Nerát hangjainak. És hát Grémines is megölne engem egy szívverés alatt, hogyha ezt meghallanám, hogy tudnám. Ha már szolgálom kéne valakit ebben az új rendben, annak, és annak az igazság alkonyának kell lennie. És hát vagy az egyik egyetlen szolgálója egy jelenleg tudomnak, aki erre mindenre megkérhetek. Akkor azt mondom, hogy jó, szolgálj minket, és minden meg az bocsájtva. Nagyon jó kedvű, és jó lelkű vagyok annak ellenére, hogy mégis a hódítók részét képzem. Jövőre majd fölti étizionsz. Ha szükséged lesz rám, és eltökétségemre, én a tiéd leszek. Ebb vagyok a hullám varázslóktól. És itt most pedig kezdetben ajánlom életemet, és továbbításomat alkozka. Addig foglak téged szolgálni és figyelni minden kérdéslet, ameddig csak szükséged nem lesz, vagy nem kéred az én képességeimet. De most lecserélhetném. Hát lehet, hogy csinálom a Lantry-ra, mert ugye a Lantry az néha tud gyógyítani, de oly keveset jelent az a gyógyítás, inkább valami nagyobb erejű emberre kéne, úgyhogy akkor így cseréljük rá. Oké. Vendrian kutya elesett. Hogy szakintem szépen. És... Már másodjára vették el a hódítás során Kairos seregei ezt a Citadellát a védekezőktől. A segítségedre a Vendrian őrség lázadói lelettek verve. Elfoglaltad és magadra tetted az örökösítés csarnokát, a kegyvesztett szövetségeseiddel. Ezzel gyakorlatilag elaltatva Kairos. Akartam mondani, hogy meg jó basszus. Kairos feltételeit az átkos kiáltvány tekintetében. És így te és Kairos erői már szabadok és függetlenek a hadúr halálos mondataidól. Ezt szó szerint is lehet szinte érteni. Mindetre, a Facebook is elolvasom, mint a helyen. Így, hogy a... gyakorlatilag a... basszus, amit az most később nem mindenki szemben. Tehát így, hogy gyakorlatilag a kivégzés már nem kering a fejünk fölött. A hadúr seregei elfordíthatták tekintetüket a Citadel felől, és egymás felé fordították ezután mindezt. És ez a család, vagy long siege reach, ez kreszkendő, az az izgalmak tetőfogára hágtak ebben a hosszú ostromban, ahogy elérte ezt a hatalmas, robbanó, kreszkendő erőt, ahogy a kegyvesztettek és a vörös kórus sergei összecsaptak vas és bronz hangja lepte a vidéket ebbe a rendezetlen csatába egyébként. Ahogy az erőik száma csökkent, és az emberét levágták a Nerát hangjai és különböző tisztjei, elmenekültek a kőtenger felé. És a megmaradt sereget így ott hagyták a kegyvesztettek elé egy eléggé dicsitelen és sikertelen harc keretében. Akiket nem lépte át fölbéreltek, azok gyakorlatilag vagy szolgálók lettek ezáltal gondolom, vagy ilyet le lettek csapva a téren. Az utóhatás tekintetében a kegyvesztettek megtört tábora, és az elfutottak, tehát akik, vagy bocsánat, az elmenekültek, a kegyvesztettek tábort bontottak az utóhatás tekintetében. A csata után
Látjuk, így vannak, tehát a csata után kegyeztettek, táborba tudtak, visszavonultak az erődjükbe, a penge temetőjében, vagy sírjában. Itt csoportosultak újra össze, és felkészültek a kibővült vöröskorus elleni kampányra. Azáltal, hogy te magad, önmagad néhány emberrel képes volt bevenni a vendégen kutyát, meg hát ugye a seregekkel együtt. Graven Ash arkonja észrevette benned az igaz erejű és hát törvény szerinti erőt ahhoz, hogy magadnak tudhass és uralhassd a gerincet. Mondja, a napok teltek, a sérültek és megsebesültek kett egyre jobban ápolták egészen a gyógyulásukig, de felfedezted az igazán különös bástyát, ami a tiéd lett, és a következő terület pedig nagyon is óvatosan tervezgeted, tehát én gyakorlatilag. Ahogy a szavak és mondani valók terjednek a vörös kurs és a egyeztettek harcára, hogy egymásnak estek. A frakciók, akik eddig arra voltak szinte kötelezve, hogy meghajoljanak, most már nincs felvettek semmint, hogy a folyamatos további harcok felé fordultak volna. Az árkonok ellentéte az gyakorlatilag egyben olyan szinten a Kairos ofeziájának széttörésének az örököse volt. Az a Kairos féle ofezia összetörésének örököse is volt egyben. Szép magyarosan, ez elég bonyolult. Ezek ilyen régi esfogalmazások angol. Mondottak, talán, de Arkanon Justice of the Chaos and Discord spreading across the land. Tudom, az igazság arkonja tartotta fenn káoszt, és nem adott hangot ennek a különböző terjedő plegykáknak a földrészeken. Az arkon magához hívatta a sorsfonót, hogy térjen vissza az udvarához, a fattyú városában, és tegyen jelentést a különböző eseményekről vendégem kutyánál. Polgárháború. Milyen szégyenletes, hogy idáig értünk el. Mindezzel S. Arkonja szeretne találkozni veled és megbeszélni a következő lépéseket. Legjobb, hogyha a vörös, hogyha a vas szívnél csoportosulunk újra össze, gyűjtsetek össze az erőtöket, és regroup a Istenem, és álljátok újra össze, de ne hagyjátok egyedül az arkont várakozva örökké. Küldjelesnek a megbecsülésem, és szeretem. Távolak nagyon sok mindent tett, értem. És hát csak kívántam volna azt, hogy ő is láthassa mindezt, ami itt fent van. Igen, csatlakozom majd az Arkonhoz a vas szívekről, ha beszéltem. Miután beszéltem, tudom, a gameplay vagy diszférőt, én kaptam. Te így voltak egy összetektől, de tudom, ez lenne a legjobb, igen. Lehet, hogy a fejlőtőből, a viát is tudom. Nem elég az, hogy egyszer két háborúban is harcolunk, most még az a puzzle dolog, amin át kell mennünk, hát nem így el a pozíciódat. Majd újra találkozunk a vas szíveknél, vagy vas szívnél, több mint a vas szívájára hagy, de... ez különös.
Itt volt, úgy tűnt, itt volt egy portál nemrég, de most úgy tűnik teljesen eltűnt. Nem tudom, mit ez nekem is új, azt mondom én. Ez érdekes. Hát valószínűleg vissza kell valahogy térnünk erről a toronyról. Igazán érdekes lesz. És most már eltűnt az a visszaszámláló. The West you see the shining spire of Platinum's Crossing. Balra a vakító erei hegygerincét láthatod a Platinum kereszteződésnek és egyéb fejeken, nem írónait. A keletre pedig láthatod mélyen az égő könyvtárat körülvevő füstölgő felhőket. Ödére? Nem mond semmit. Na, mik vannak itt ilyen kombóz, fejlesztett társas kombók. Hát igazából azon ugyanolyan csak fejlesztett. Rejű. Power ending card is ready to run with a great deal of power. This is undoubtedly proves for as it travel through the tears you should investigate the jump this time. Kairos kiáltványnak vége. Kutyán elöntött minket hatalmas erejű energiával, és ezeket az energiákat felhasználhatjuk, ugye utazásaink során nagyon hasznosak lesznek a Tears területein. Kéne kicsit nyomoznunk az eredeteik után, tehát az energia eredete után, és még találunk még több módot, hogy még több energiát szerezhessünk. De ez egy új ilyen csík is lesz itt a kezelőfelületen. New Vanilla Cartridges. Aha. Karakterpanelnél fogja jelezni a energia szintünket. Meg is nyomjuk akkor, de hol látható az energiaszint? Hát én ezt egyre nem látom. Ja, ott van, megvan. De akkor csak a fő karakterem kapja ezt meg. Ja, ez valami varázsló lesz láthatóan. Itt látható. Spire, you have acquired your first spire. Ja igen, ezeket a tornyokat kell ebben a játékban, ugye ezt már említettem a bemutatóba is. Ezeket kell ugye megszerezni, és ezek lesznek a fő cselekményünk és terveink helyszíne gyakorlatilag. Itt fogunk tervezni, itt fogunk egymód bázist alapítani, innen fogunk elkalandozni különböző földrészekre, Tyrs földjén vagy birodalmain belül. Itt ingyen, idézőre ingyen pihenhetünk, és felgyújtgathatjuk, felpihenhetjük magunkat az utazásaink után során. Ahogy egyre több ilyen gerincet találunk meg, vagy ilyen hegy, inkább igazából toronygerincnek lehet itt nevezni, mint hegygerincnek. Nevezzük igazából gyakorlatilag csak tornyoknak. Ha minél több ilyen tornyot találunk, akkor még több ilyen funkcionalitást fogunk majd kapni belőlük. Spy Control Panel Home Base Interface, aha. És akkor ezt meg is tudjuk nyitni ezzel a I betű félrejellel, és akkor bármikor itt tudunk módosítani dolgokat is, úgy néz ki, de mindjárt nézzük majd. Dismiss Company, az aha. Hát hogyha valakit ugye kirúgtunk tényleg a csapatok, vagy ide térnek vissza, vagy az ő saját harci táborúba, ahol újra akár felvehetjük őket. No, hát ja, itt a menü, ezeket még itt a térkép. Aha. Jövünk fenn a Spire-be, itt van az Ascension, ahol itt a vendégem veszíted el. És a világ térképen, itt vagyunk még, és akkor ma itt mehetünk át tovább. Aha. Stone Sea, Blade Grave. Innek menekültek vissza, ide menekültünk mi vissza. Igen, ha jól emlékszem. Haven, ez micsoda, a Raiders and Lords of Coastal River Haven. I know to spend as much energy fighting each other as they do. Gyakorlatilag úgy nézem, hogy annak elég Kairos erő is ennek törnek előre. Ennek elő is ez a Haven, ez egy teljesen független térség és település, ami kivívta saját magának ezt a lehetőséget. Sunset Spire, ja, itt valami küldetések lesznek? Ja, visszatértünk ugye a Western City-be. És Sunset Spire-be, de oda miért térhetünk vissza, nem igazán értem, mindegy.
Igen, ez van a két birodalom között. A déli tisztelet és az északi birodalom. A Bastard City és a körülélő örökölde, akik Bastardinek hívnak. Ezt már mondtam egyszer. Stone Seed-e menekült vissza ugye a Cacophony. Holding Masses of Nerals War Reside Here. Kiáltozó nagy tömege Nerath hordáinak ez ide tért vissza. Ebbe a nagyon száraz köves felsíkon, ami a Stone, ami a kőtengerrel van a másik oldalon határolva, a külső részeken. Habár nincs egy igazán klasszikus, tradicionális erődítmény itt a helyszínen, az Arkon sárfogáltak kiválasztott bázisa, különböző cselekedeteinek eltervezéséhez igazán durván nehéz. Igazán durván ellenállhat szinte bármilyen ostromnak, nagyon nehéz megostromolni. Ez a terület éppen nem elérhető. Itt a Stone Sea, a kő, tenger. Igen, ezt már olvastam korábban. Ugye ez azért lett így elnevezve, hogy kőtenger gyakorlatilag, mert ugye ez az a terület, ami hát amit Kairos ugye kővihar kiáltványa sújtott, és gyakorlatilag ez maradt belőle. Itt az égő könyvtár bejárata, a Sage of the Velocity, a varázsló ugye hivatalosan is esküdtette Kairosnak. De belül a biztonságos Velumszitel falain belül ennek ellenére továbbra is ezek a tudósok folytatták a tanulmányokat, és a különböző tekercsek másra, tehát a már tiltott háttér tanulmányokról és tudásokról, és használtak különböző mágiákat is. Egyéb vörös korúzsbeli vagy kegyvesztettekbeli akarat ellenállására, ellenállásához. Hogy ezzel is megtartsák és magukra tegyék a Citadellát, ami már korábban a hadúrnak volt meg igényelve. Ennek ellentételezéseképp Kairos előmondott egy, és előre ígérte egy tűz kiáltványt a Velum Citadellára. Így a az in Tinta iskolájának otthona, és Tinta iskolájának otthonát. A Tinta és a... Ó, basszus, nem jövő, amit teszem be. És a Tor vagy Penna iskoláját és otthonát. Egy ilyen égő romhalmazzá téve, amit most már ugye ez égő könyvtárként ismerünk. Ez is elérhetetlen. Ironheart. This massive fortress is purchased at the edge of Tear that has fallen. Ez a masszív erői hatalmas erődítmény. Az egyik legmagasabb helyen terül el a Tír birodalmának vagy országának szélén, ami segíti a megvédését. Igen, a Blade, tehát a penge temető területének északi határán segíti a megvédését ezeknek a területeknek. Gevénes itt tette meg kastélynek ezt az ősi kastélyt a hódítás során, és most innen indítja el az összes kegyvesztett akcióját, cselekedetét. Ebből nagyon is jól védett helyszínről. Ez is elérhetetlen. Sentinel Stand, az őrszem helytállása. Mondjuk így. This battle for this is the historic home of the Atomic Families, the Regents. Az a széttört vagy megtörözött erődítmény történelmi otthona volt Starward uralkodó családainak. Csak régenseknek, bár nem viszont szó szerint így kéne.
két masszív erejű falral védve sosem tudták elfoglalni a hódítás során. Az Ostrom hát gyenge negatív eredményére megfusztrálva, Kairos egy kiáltványt irányzott ide, ami nagyon is durván halálosan, szinte úgymond keményen megsebezte a kastélyt, ami egy nagyon masszív erejű és nagyon erősen pörgő tornádó képében jelent meg. No. Mi van még itt? A Blade Grave-ja, Penge, Sírja. Igen, ezt már talán mondtam. A Star Wars irodalom, ami megmaradt, onnan maradt ez a név. Igen, ezt már mondtam. És fordítottam. Contested Lands. Versengő földek, ha jól fordítottam. Ezt már olvastam, ezt is igen. Ez a versengő földek, bizony, mélyed, észre-sorból. Ja, igen, ezek a területek egységesen ugye a négy fiatal birodalom szegmensében terülnek el. De ezt már olvastam, szerintem. Haven, igen, ezt láttuk. The Bastard City, ezt is olvastam már, Bastard City. Na most nem kell választanunk, nem? Mountain Spire. MDMV, Upgrade Studios Device, ezt köszönöm, hol? Ja, azt nem kell. Most felveszem közben, mert nem volt hője. Nagy fordítási lázban. Hát először is én ugrottam szintet? Nem. Nem az az új csaj. Aki, az is lehetőleg elő teljesen egy varázsló. Igen, itt is ebből is látszik. Hát akkor ez nyomunk. Meg a Spell Strength-hez. Még ehhez. Meg esetleg. Spell Cooldown-hoz. Egyet. Igen, és akkor Tidal, ha az ilyen hullám. Ilyen víz, vagyis egyéb varázslatokat úgy látom. Ez a van nyomva, ugye? Igen. Create a valami Jet of Water, ez elég jó. Csak az a... Azért lecsökkenti a esetleges negatív hatások idejét, illetve a egy-egy varázslatnak az esetleges negatív hatások, vagy sokáig kell varázsolni, stb. Ezt benyomjuk. Igen, most All Frost Damage Deal, ezt is egy bónusz kapunk az összes fagy sebzés megosztásáért. Szóval a Globe Hold Soundtracket Selling, nem tudom, hogy az se rossz. Ez sem lenne rossz, sokan rossz, de még további bónuszokat, de először ezt nyomjuk még be. Egy ilyen gömböt varázsol, ami az adott ellenfélek a fejére rávarázsolva szinte megfújtja. Megfullad benne. Még durva. És akkor mást is benyomjuk. Természetesen még erősebb varázslataink legyenek. Na, szuperek vagyunk. Ez egy jó ötlet volt itt. Az itt lehetnek újabb varázslatok, de szerintem minden vágom ezt a rendszert. És szerintem egyelőre hagyjuk. Illusion Force, Lighting. Ez micsoda? Reputáció. Hát igen, a vörös kórussal szemben inkább haragunk van. A Disfair viszont ivád minket. Jó, és ezért már megkaptunk két dolgot, és aztán together összetartás, gyakorlatilag összeállunk. Ezért a Resolve-ra kapunk három pontot, 3 szekundumig és 3 méteres térségben. Ez passzív hatás. Gondolom inkább csaták során. Ugye? Ezen kívül kapunk viszont egy valószínűleg aktív dolgot. A sorsvonó kegye. Mondjuk. Egy szeretete. 80 sebződést, de eltörünk egy ilyen pajzsal, hogy megtörünk. Elszívunk gyakorlatilag 30 szekundomig 5 méteres távolsággal. És ez mindenféle, úgy látom, ez fegyverre lehet, tehát a fegyverekre bármilyen fél fegyverre lehet rányomni. Egy gyakorlatilag egy ilyen sebzés elnyelő pajzs fegyverrel egyetemben. Nem rossz. Oké, vendégerősséggel értemszerűen nagyon is rosszul állunk. Lehet ilyen crossing-gal viszont jól állunk. Ami nem is csoda. Értenek a varázslatok, szóval nézegettük. Na. Ez
Micsoda, mi ez a varázslatok? Itt van ugye a főküldi string vision. Lépjünk interakcióba ezzel a toronygerinc eszközzel, ami itt fent van, teleport, ez a teleport. Ja, ugye a teleport kapu, ami felhozott minket ide a gerinc tetejére, a vendégen kutyáról gyakorlatilag eltűnt, illetve lekapcsolódott, ez is rendett, és hát itt hagyott minket szájtátva. A pillár, micsoda is basszus, az epiteleti oszlop tetején, gyakorlatilag egy oszlopnak mondják ezt a tornyát. Talán ez a különös eszköz itt a közepén a toronynak hozhatja, hogy hordozhatja magában a kulcsot ahhoz, hogy aktiválhassuk még egyszer ezt a teleport kaput. És akkor nézzük meg ezt a, nem tudom, itt is lehet ezt csinálni, ezt fejlődni, és itt van ez a különleges eszköz. Ősi eszköz. Itt a hegygerinc tetején található vendégen kutyán. Egy elfeledett kor terméke. Nem igazán tiszta, hogy milyen funkciói voltak egykor. Vagy egyáltalán újra használható-e. Viszont itt ezt minden esetre adja nekünk, hogy ha itt pihenünk ezen a gerincen, akkor mindenféle bónusz kapunk az összes képességünkre. Pontosan másféle bónusz kapunk az összes képességünkhöz. Revolve Smart Country, no pay collection items for sale. Revolve also create camping supplies. Hogyan van ez? Fire Management, Edict. Ha itt van az Edict. Mondhatunk ki Edict, a szerező vizsgálat, a védés, a Edict, Current Edict. Aha. Edict Fire. Na, ez jó. Edict a Stone. Itt van az Edictok. Ja, ezek amikor itt gyakorlatilag már meséltem. Edict of Stone, az 4430-as évben. Ja, de ez már igazából. Itt gyakorlatilag elosztatjuk a kiáltványokat. Mi az az Unbroken? Unbroken Ninja is the proud and accomplished army of the realm of Star Wars. Ha? Star Wars birodalmának büszke, hatalmas erői serege volt a megtörhetetlen légió. Nagyon büszkék, szerintem már tudom, hogy büszkék voltak önmaguktól és a győzelmeiktől, melyeket általában egyébként ja, amit sosem, és sosem vesztettek el csatákat szinte, míg ők ennek általában otthon saját földterületeken harcoltak csak, miután a vihar kiáltvány kettétörte, széttörte Star Wars uralmát, és egy ilyen tornádószerű csavarban ugye a penge temetőjére tette azt. 20. Talán a 20-a, ha túlélte a megtörhetetlenek egykori erejét, ezek után, ezután a kiáltvány után. Gyakorlatilag most a 20-a maradt meg ennek az erőnek, amit élen volt. És ezek azóta is egyébként háborúban állnak Kairos erőivel. Nézzük meg a 10-es. Ezt mégis már nemrég mondtam, szerintem. Edit of Stone. Máshol nincsen? Látszik nincs. Smile Average, és ezt az megnyom, akkor nem tudnék semmi. Akkor ez lehet az a Mysterious Device, ami adja ezeket a bónuszokat. Itt van az energia, na valószínűleg az energia kell, tehát igazából az én karakterem is látszik, de ez az energia kell a fejlesztésekhez. Tehát enélkül nem tudunk fejleszteni. Láthatóan. És látszik, hogy kell tekercs is hozzá, hide, ilyen bőr.
Szerencsére ezeket úgy emlékszem, talán egyet adtam el egy bronz ingotot. De legközelebb ezeket már fogom eladni, ezek is kellenek hozzá az energián kívül. Tekercsek, vas, rudak, bronzrudak, különböző kémiai hozzávalók és bőr. Ezen kívül láthatóan pénz, bronzgyűrű pénzek is kellenek hozzá. És a javas gyűrű ér a legtöbbet. Hú, mennyi mindent föl lehetne itt tenni. Hát egy revoszt azt én föl bérlem, hiszen mert van, csak itt választanunk kell, mert 6 helyünk van, tehát a többi scratch megnyílik itt az for sale. Bocsánat, mindig álmos vagyok. Hát itt van választási lehetőség, lehetne egy kovácsunk elég drágán. Ahhoz, hogy különböző fegyvereket készítessen, gyakorlatilag gondolom egy ilyen igazából egy ilyen craftolunk. Lehetne egy új szörnynő, egy öreg, bocsánat, öreg szörnynő, aki néha ételt készítene nekünk a harcokba. De ez annyira az se érdekel egyelőre, ez skill trainer, az még nem lenne rossz. Akkor van egy árus, mindenféle nagyon érdekes egyedi tárgyat árul, valószínűleg jó pénzért. További skillezők vannak. Az nagyon olcsó, ugye ezt meg fogom nézni, ad egy camping supplies-t is néha, illetve különböző tárgyakat. Most jól megnyomtam, és nem csinál semmit. Recruit hired. Amikor legközelebb ide menjünk a misztikus eszközhöz, ide utazunk, akkor majd elő fog kerülni. És akkor még azt gondolkozok, hogy ezt esetleg tudom. Teaches, two-handed weapons, one-handed. Ez kétkezes, tehát ez jó lesz a... Nos, olyan. Oda rakta, jó, a szövetbékkel. És akkor szerintem... Ja, akkor ezt is oda rakhatnám. Basszus, ez egykezes, ez van. Mindegy, mert most egyelőre azt nem fogjuk használni. Hát most egyelőre más nem fogok menni, mert ez nagyon drága lenne. Annál a Subterfuge mondjuk az jó lenne, azt még megveszem az utolsó. És akkor azt kell erősíteni, fejleszteni, hogy föl tudjunk mindent törni. Jó, oké, ez egyelőre szerintem így elég lesz. Itt is vannak, már nem ez a Lentry. És ez lenne az a furcsa eszköz. Rálépve. Pozén session. State your claim, the tower, everything in it, what else? Ez hozzám tartozik, ez a szoborszerűség. Érzem, szinte érzem, hogy energia terül szét a, ezen a helyen, szinte. Valami ezt mágia erő, energiát érzel a hegygerincről, még onnan lentről is. De itt fönt, így közel a hegygerinc központjához, vagy a gerinc központjához. Ez a hatalmas mértékű energia is szinte őrítő erejű. Kicsit elszédültem, ti nem érzitek magatokat szédültnek? Mi ez a dolog? Mi ez a dolog? A hangod egy pillanatra ugyanaz, mint egy dal. Mint egy ének. Most választhatunk, hogy az old volt, tehát a régi falak bejáratához menjünk, vagy közel menjünk a gerinchez, és közel menjünk a gerinchez, nem igazán tették semmi, csak a régi falakhoz. Ez egy hosszú leírás, ez még magyarul is lehet, hogy hosszú lenne, nem vagy angolul. Na és akkor most látszik, hogy aktiváltuk a teleport kaput. Különös. A helyszín mágiája válaszol neked. A portál és az energiabombák. Sokkal nagyobbak lesznek és erőteljesebbek, ahogy közeledsz feléjük.
Mielőtt még pronto előre mennénk, érdemes megemlíteni, hogy emlékezzünk meg arról, hogy, hogy véget vetettek Kairos kiáltványának. Ez nem egy kis nem egy kis úgy tudták ezt mondani, nem egy kis küzdetéses jóvátétel volt. Talán kapcsolódik ez az itteni kapcsolatod ezzel a helyen, mindehhez. Mind a két esetben úgy tűnik és úgy hangzik, hogy a varázstudóknak kell majd ezt jobban megvizsgálnia. Vasmarsra rányos azt mondja, hogy legyél biztos abban, hogy meglátogatsz engem. Majd tudom, már való beszélgetésre után kellett, de megetetjük azt, hogy a vörös kórus legyen a Tears területe. Együttesen még eltűnik őket innen a földszínéről. Majd jöjjön hozzám olyan gyorsan, csak tud sorsvonó. Nagyon sok dolgunk lesz. Most használja a teleport kaput. Na, innen fogjuk folytatni, ennyi duma meg minden után, meg jó hosszú adás is lett, és főleg ének idején, amikor ezt felveszem. Remélem, hogy a legtöbbeteknek tetszett ez a rész is, úgyhogy azon tőletek a legközelebb videóig. Sziasztok!